Sziasztok! Ez újra a Kés Barátok csatorna, ez pedig a Spyderco Military. A Spyderco Military az tulajdonképpen egy, hát úgymond megfelelő válasz egy kérdésre. Ugyanis a késnek a története az úgy néz ki, hogy a Spyderco alapítóját, Sarglessert megkérdezték, hogy milyen zsebkést adna a fiának, ha bevonulna a seregbe. És hát gyakorlatilag ezt a választ adta rá. Maga a markolat az G10, ugye a megszokott jó minőségben, finom tapintással, de annál jobb tapadással. Nagyjából ilyen 2 mm vastagságú G10 panelek fogják közre a pengét, illetve még acélmerevítést is kapott, sűlyeztett acéllányerek merevítik még a markolatot, nagyjából így a markolat kétharmadáig. Azok ugye ki vannak könnyítve, tehát ugye plusz súlyt nem nagyon tesznek hozzá. A markolat a 140 mm, tehát egy elég nagyra sikerült késről beszélünk. A klip az egyállásban felszerelhető, hegyfentállásban, vagy bocsánat, hegylentállásban jobb oldalon. Található még ugye zsinórfurat, illetve ami fontos még, hogy egy túlméretezett nyitófurat, egy 14 mm-es nyitófurat segítségével lehet nyitni a pengét. Ugye így kesztyűs kézzel, nedves kézzel, bármilyen körülmények között biztonsággal és könnyen használható a kés. 4 mm vastag a penge, és ugye 101 mm, tehát tényleg egy elég robosztus, nagy darab kés, de nyilván ugye katonai feladatok ellátására tervezték, tehát ugye ott azért szükségesek ezek a méretek. A penge az egy módosított klippont kialakítás, szálcsiszolt felülettel, illetve ahogy ugye látszik, CPMS 30 fépor-kohászati acélból van, ami hát nagyjából egy 58-60 rokvá körülő keménységű, magas korrózió tűrő, jól illeszhető, jó éltartó, tehát igazából bármilyen körülmények között megállja a helyét. A markolat az egy ilyen teljesen nyitott kialakítású, tehát ugye teljesen átlátni rajta, bármilyen sérülés éri, az rögtön szembe tűnik, illetve könnyű takarítani, tisztítani. Foszforbronz alátéteken nyílik a penge, ugye teljesen úgymond vajpuhán, könnyedén, a Spyderco-tól megszokott minőségben. Hoppá. Illetve elől és hátul ki van szélesítve a markolat, illetve teljesen jól követi az ujjak kezek kontúrját. Ugye ezáltal tényleg biztonságos fogást nyújt. Ugye a pengére rátámasztva bármilyen irányban tolóhúzó mozdulatnál sem csúszik ki az ember kezéből, illetve hát ugye finomabb munkák elvégzésénél egészen ide a pengetőhöz is be lehet fogni, és akkor el lehet végezni ezeket a feladatokat. Itt ugye még látható a Golden Colorado USA Earth felirat, ami ugye azt akarja, hogy teljesen amerikai gyártású a kés. Sok más modellel ellentétben ezt tényleg csak kifejezetten Amerikában gyártják. Liner lockos pengebiztosítás, az ugye kapott egy ilyen homokfúvott felületet, illetve szintén ilyen barázdák vannak az alján, tehát ugye tényleg nem tud lecsúszni erősen az ember keze. És ugye a túlméretezett nyitófuratnak köszönhetően könnyen nyitható a kés. Ez volt a Spyderco Military. Sziasztok!